Sziasztok! Bemutatnám a szeptemberi érkezőket. Igazából nem csak kosár lesz, de ami jön, azt megmutatom. Revolution-ökből jöttek nagyja részt alapok, mindegyik évjáratból jöttek ilyen. Sunburst is van, például Infinite, Astro, ezekből a sima verziós alapsort tűztem ki célul, kigyűjtöm, de most sok ilyen egyéb szorzós jött Fire Sale-ből. Nem kell megijedni, a gumizás csak addig tart, amíg bemutatom őket, mivel már be vannak szkennelve, úgyhogy majd mennek az albumba, de nem akarom, hogy itt szétfújjon itt a széken, meg a földre fújjanak, főleg a sok fólia egymáson csúszik. És hamar lepörgetem. Néhány ifjonc. Jó, sok jut, alig tudom átfogni, de nem baj. Az új vortexek is tetszenek, sok vév is. A Supernovámból ezek az első érkezők. Van egy ilyen kubik talán. Kubik, igen, per 50. IT. Itt vannak egy-két jobb nevek is. Ebbe az Astro részlegbe. Jó, ezt lerakom, mert nehéz átfogni őket. Ezek a Revolution-ök nagyon tetszenek nekem, gondolom másnak is. Grúvok. Jó. Hát hamar visszagumizom. Aztán a jövő heti program az albumba helyezés lesz a téma, ugyanis most ugye hétvége van. Hát tele van az ember programokkal, ugye. Clear Vision. Ebből is már csak néhány hiányzik az alap sorból. Jött egy-két rookie is hozzá. Akkor néhány stúdió alapot is beszereztem. Ezek is tetszenek külön. Meg gondolkodtam, hogy ezt a sort is kigyűjtöm. Ugye, ha jól tudom, 1-100-ig vannak az ilyenek. És 100 fölött pedig ez a portrés verzió. Néhány csillagósabb, szintén Fire Sale-ből, szép Kairi, egy szép vágott, nem tudom meddig számozott, 75-ig. Egy Aquaman, Jason Momoa, vagyis hát Steven Adams. Na, egy nagyobb adag megvan. Akkor jöjjön a, ezek. Egy matricás aláért mezdarabos McLemore. Per 35 az jó, akkor egy legszebb aláírás, amit valaha láttam, egy A betű, Maurice Agar. Spectra, Chilli Willi, ez is számozott, Shaquille Magic, két ifjonc, egy Rodmanus, még egy szép Rodmanus, Kobika, LeBronka, szép csillogós Diandre, szintén tépi a gyűrűt, vagyis fogja itt. Ez is szép kártya, vágott, szuperstár,
Contenders-ös. Egy-két Jordan, és becsúszott Iverson. Best cuts, ezek is szép lapok. Hív, papa. Hanga! Számozott, ilyen nem még nincsen. Ebből a barfás mezesből. És jött ugye egy-két különálló gyűjteménybe pár hangolap. Egy kisebb stóccal van. Nézem, ez hosszabb videó lesz, de se baj. Akkor itt vannak néhány ilyen másabb. Jersey. DeAndre. Egy ilyen labdadarabos patch aláírt. Excalibur. Ilyen különlegesség, NASCAR versenyen használt gumidarabos kártya, mégpedig a 97-es Winston Cupon használt, ugye is számozott. Akkor jött focisból egy-kettő gyönyörű mezdarab, Arnautovic, Lugano, Sigurdsson, Schweinsteiger, Alaba, két Verratti, kék és fehér mezdarabos, akkor egy J.Co., akkor egy ilyen fém darabos, amíg a kosárról visszanyúlva, hát nem fém darabos, fém az egész kártya, Horford, jó nehéz amúgy, akkor van itt még egy Noir per 75-ös, Skrittel, és egy per 25-ös, ki is ez, hol van, Dembélé. És akkor, hú, ez jó hosszú videó lesz tényleg, na se baj. Van itt még, egy Andrej Csikatiló. Az előző egyik videón bontottam egy sort, hát ő ugye a durvaság az ott is olvasható, 36 gyilkosság, kannibalizáció, meg még volt, amit nem tudtak rábizonyítani, aztán ugye kivégezték 92-be. Akkor Andersenből is jött Jersey, dupla mezdarabos számozott. Egy ilyen mezdarabos számozott. Valamint egy ilyen mezdarabos szintén számozott. Hihetetlen. Akkor kicsit elkanyarodunk a labdasporttól, de majd később vissza. Ezeket annyira nem pörgetem át. Pankrációs kártyát bontottak nekem Angliából. Az alapokat, azokat nem is feszegetem. Van itt néhány szép csillogós kártya, nem csak más sportokban. Régi klasszikusok. Ezt nem mondom a gyerekkoromból, mert voltak itt a 80-as évekből is emberkék. Ezek az újabbak. Ilyen limitáltak, silver, bronze, gold, limited. És van egy ilyen Randy Orton, nem is mezdarab, hanem ugye a szőnyeg, vagy a ringnek az a szövetvászon. Darab ugye a Royal Rumble, a 2017-es Royal Rumble-on használt szőnyeg, vászon darab. Tipródtak és izzadtak. Akkor jöjjön, kicsit focisra visszamegyünk, Revolution-ök is jöttek focisból, nem csak a kosárba tetszenek ezek, sok lapon még nincsen, de ezekhez hozzájutottam szinte olcsón, most csúnyát nem mondok, ezt
stargazingesek. Akkor Ricard, gyönyörű lap. Omori, gyönyörű. Vortexek. Akkor jöjjön a... Ez is egy ilyen különlegesebb pak. Ibrahimovic. Szép Omori. Egy aláírt Finn Bogarson. Harris aláírt. Akkor magyarok közül Gera, Kleinheisler, Priskin, Gera, Király, Gábor, Priskin, Szalai, Buffon, Lukaku, két logó, 98-as VB-s lap. Talán egyszer ezeket is sikerül összeszednem mindet. Akkor Lukaku, Agüero, egy ilyen csillogós, Klinsmann, Alex Morgan, egyem a húsát, még egy-két női, meg egy-két ilyen olyan, amolyan, na, arzenálosok, Özil, Csakká, Zsíró. Ugye az arzenált ugye gyűjtöm, azt nem kell mindig kihangsúlyozom, de elmondom. És jött egy ilyen insert sor a 90-es évekből. Csak is arzenálos, úgy össze van ragadva. Ilyen domborműves holmi. Úgyhogy hatalmas. Hatalmas. Anyelka, Sihederen. Gyönyörűek. Bergkamp. Wenger. Csapatlogó. Meg jött még egy-kettő ilyen grátiszos olcsó, ezeket nem is pörgetem le. Olcsi kártyák, és még egy stócunk lesz. Hát igen, közel 500 kártya bejött. És a 17-es Donruss focis alapokat be sem fogom mutatni, abból is van egy jó 100 darab. De viszont ilyen csillogósabb extrák vannak, Balotelli. Aranyos csillogós Chiellini, Dybala, Neymarus, Buffon, Dominators-ös lapok, Ibrahimovic, Buffonka, Messike, néhány. Ilyen olyan amolyan, sima meg optikus, Donruss. Talán ezek is grátisba jöttek el most ezek a prizmesek. Úgyhogy köszöntöm a figyelmet ez a szép hosszú videóhoz. Jók legyetek, és jó kártyagyűjtést, sziasztok!